himnuszunk hangjait. Hanák Rigó Ildikó, a Guzsajos énekegyüttes tagja intonálta. Hölgyeim és uraim, nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Prosperitáti Alapítvány nevében ezen az ünnepnapon. A turizmusban megtett első nagy lépéseket ünnepeljük ma. Engedjék meg, hogy megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem Magyar Levente urat, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának miniszterhelyettesét. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Pásztor István urat, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent önkormányzati tartományi és köztársasági tisztségviselőket és képviselőket, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőit. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a Prosperitáti Alapítvány igazgató bizottságának itt megjelent tagjait. Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Csallóközi Eszter asszony, Magyarország szabadkai főkonzulját. Köszöntöm továbbá az itt megjelent kivitelezőket, partnereket, a média képviselőt és nem utolsó sorban a nagy családot. Azt mondtuk és vallottuk be néhány évvel ezelőtt, hogy a gazdaságfejlesztési program egy sikertörténet, de a turizmusban van még adósságunk. Ezt apró lépésekkel elkezdtük lefaragni, és mára oda jutottunk, hogy sikerrel nagy lépéseket is be tudunk jelenteni, egy egész nagy turisztikai kínálatot tudunk már felmutatni. Ennek része az újvidéki Queen Hotel, aminek a szépségében itt mindenki meggyőződhetett és gyönyörködhetett. Szeretném felkérni Nagy Sándor urat, a tulajdonos család részéről, hogy a projektről, víziókról beszéljen nekünk. Sándor? Nem tudok olyan szépen beszélni, mint a Bálint, úgyhogy egy kicsit jegyezgettem is közben. Tisztelt főkonzul asszony, tisztelt miniszterhelyettes úr, tisztelt elnök úr, ügyvezető úr, tisztelt barátaim és munkatársaim. Köszönjük, hogy eljöttek erre a megnyitóra, mert ez egy jelentős nap a számunkra, amikor ezt a szállodát és a hozzávaló vendéglőt megnyithatjuk. Ezzel egy közel két évig tartó munkánknak értünk a végére. Ebben a munkában a legnagyobb részt idősebb lányom, Veronika vállalt, mert ő volt az, aki elképzelte a tervezőkkel, kiterveztette, a kivitelezőkkel pedig megvalósította ezt a létesítményt. Én tudom legjobban, mekkora munkát vállalt Veronika, mert segítettem neki, akármikor csak tudtam, a más feladataim mellett. De mindez nem lett volna megvalósítva, ha a Prosperitáti Alapítvány és a magyar állam nem járult volna több mint 43 millió dinár visszanem térítendő támogatással, a többi pénzt pedig körülbelül 80 millió dinárt a ProCredit banktól felvett hitellel és a többi tőkeerősebb cégeink biztosították. És felhasználom az alkalmat, hogy megköszönjem a Prosperitáti Alapítványnak és a magyar államnak ezt a jelentős pénzügyi támogatást. Köszönöm. Azon kívül megköszönöm a cégeink munkatársainak a segítséget, amit az épületanyagok és a berendezések beszerzésében elvégeztek. Köszönjük a kivitelezőknek is a minőségi munkát, akik részt vettek az építkezésben és a felszerelésben. És remélem, hogy elérjük célunkat, amiért ezt a beruházást véghez vittük. A célunk pedig az volt, hogy Veronika családjának, mely nem kicsi, mert Veronikának 5 gyermeke van, biztos megélhetést teremtsünk itt a szülőföldön, Vajdaságban, azaz Újvidéken.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Kedves Sándor, tisztelt nagy család, gratulálunk az ötlethez, a megvalósításhoz, és nagyon sok sikert kívánunk a működtetéshez, telt házat minden nap, minden hétvégén. Ahhoz, hogy a kis lépésekből nagy lépések legyenek a turizmusban, ahhoz, hogy nagyokat tudjunk álmodni és hoteleket tudjunk átadni, márciusban már egyet Zenten átadtunk, ma kettőt, és az év végéig újabb hotellel fog bővülni ez a paletta, ahhoz elengedhetetlen volt Magyar Levente úr és csapatának partnersége, külgazdasági külügyminisztérium támogatása, amit ezúton is köszönünk, és megre van az alkalmat, hogy miniszterhelyettes urat felkérem, hogy szóljon az együttgyűltekhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Sokszor jártunk már Vajdaságban különböző projektátadókon, de éppen mondtam a kollégáknak, hogy olyan még nem volt, hogy az átadott objektumban töltöttem volna az éjszakát. Már csak azért sem, mert általában gyárakat, üzemegységeket szoktunk felavatni, és ez az első szálloda. Úgyhogy stílszerű volt ezt így megoldani. Ugye meghallgattuk azt, hogy mekkora családi erőfeszítés áll a mögött, hogy ez a projekt létrejöhetett. Itt vagyunk Újvidéken, Szerbia második városában, egyik legszebb városában, egy regionális központban, és az, hogy a nagy család itt egy ekkora szállodaipari beruházást felvállalt, tükrözi azt a bátorságot, amellyel az eddigi projektjeiket építették, és amelyek révén a Prosperitáti Alapítvány által folyosított támogatásoknak egy jelentékeny részéből tudtak építkezni az utóbbi években. Ugyanakkor ennek az építkezésnek az alapja az a több évtizedes rengeteg munka volt, ami mögöttük áll, tehát egy igazi családi sikertörténetről beszéltünk, egy olyan partnerségről, ami azon céljaiknak megfelel, hogy erős családi gazdaságot építsünk itt a Vajdaságban. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az, hogy ma itt vagyunk egy átadón, egy olyan pillanatban, amikor Európában egyre nagyobb léptékű háború dúl, egy olyan pillanatban, amikor minden bizonnyal gazdasági válság elé nézünk, mindannyian itt a régióban, valószínűleg egész Európa. Ez azt támasztja alá, hogy milyen mélyen hiszünk abban, amit csinálunk. Mert hogyha ez nem így volna, akkor behúztuk volna a kéziféket, és azt mondtuk volna, hogy ilyen körülmények között nem lépünk most tovább, felfüggesztjük a programot, és kivárjuk a jobb időket. Hiszen olyan talán a második világháború óta nem volt, mint ami jelenleg veszélyek Európát fenyegetik. De nem így tettünk, hanem azt mondtuk, hogy haladunk nagy elszántsággal tovább azon az úton, amelyen elindultunk 7 évvel ezelőtt, és ennek a gyümölcse ma ez a beruházás. Egy sikeres közép-európai jövőben bízva, meggyőződve arról, hogy közösen Szerbia és Magyarország egy olyan stabil partnerséget fog építeni, amely a következő években sikeressé teszi ezt a régiót. Itt vagyunk, és folytatjuk a munkánkat. Ennek az útnak egy nagyon jelentős állomása a mai. Még egyszer köszönöm a nagy családnak, hogy felvállalták ezt a projektet, felvállalták a velünk való partnerséget, és példát mutatnak abból, hogy magyar vállalkozások ilyen nagy presztízsű beruházásokat hogyan tudnak itt megvalósítani, hiszen nagyon örülünk minden gyárnak, nagyon örülünk minden olyan termelést növelő beruházásnak, ami érdemben növeli az itteni magyar gazdasági teljesítményt, de mégis csak az ilyen szimbolikus presztízs beruházásokra is szükség van, hiszen egy Újvidék központjában, szívében egy magyar tulajdonú szálloda az, azt gondolom, hogy egyértelmű üzenet mindenkinek, hogy milyen minőségre vagyunk képesek, hogyha összefogunk. És ez a minőség, ez mégiscsak önöktől jön, tisztelt Sándor, tisztelt Veronika. Úgyhogy köszönjük önöknek, további sikereket kívánunk, és szeretném aláhúzni, hogy a Prosperitáti és a magyar kormány által folytatott program folytatódik. Nyilván a külső körülmények folytán vannak olyan lépések, amelyeket nem tudunk olyan gyorsan megtenni, mint egyébként szeretnénk, de
maradéktalanul teljesíteni fogjuk a vállalásainkat, és haladunk tovább a megkezdett úton. Köszönöm szépen! Köszönjük miniszter helyettes úr a támogató szavakat. Izgalommal tekintünk a jövő elé, és készen állunk a közös folytatásra, ránk számíthatnak. Pásztor István elnök úr volt az, aki, amikor láttuk, hogy a turizmusban picit elmaradtunk, akkor nem arra sarkalt bennünket, hogy szemlesütve a szőnyeg alá söpörjük ezt, és a másik részével, amiben sikeresek vagyunk, azzal foglalkozunk, és azzal dicsekedjünk, hanem azt mondta, hogy a turizmusba is nagyot kell alkotnunk, vágjunk bele, írjunk stratégiát, menjünk előre, hiszen képesek vagyunk mi itt a Vajdaságban olyan turisztikai kínálatot generálni, vendégszeretettel, természeti környezettel, épített örökséggel, történelmi örökséggel, mindennel, ami mi vagyunk, gasztronómiával, borral, amire érdemes ide invitálni vendégeket. Azt gondolom, hogy a mai pillanat ennek ékes bizonyítéka. Elnök úr, kérem szóljon az egybegyűltekhez. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Bálint azért tudja megtartani a konferencié szerepét most már 5-6 éve folyamatosan, mert mindig meg tud újulni, és mindig ilyen szép dolgokat tud mondani akkor, amikor az embert fölkonferálja. Köszönöm szépen, van ebben némi túlzás, de találkoznak a mondatok az igazsággal is. Mindenek előtt szeretnék gratulálni a házigazdáinknak, és szeretném elmondani, hogy ez a vállalkozás egészen biztos dübörgő sikerességre ítéltetett. Akkor, amikor mi Leventével találkozunk, akkor az ember nem tud elmenekülni attól az érzéstől, hogy visszapörgesse a filmet, a közös életünknek a filmjét. Most van körülbelül 7 éve annak, hogy egy itt eltöltött párnapos inkognitós programot követően a gazdaságfejlesztési program megvalósulása előtti kapuk megnyíltak. Ameddig emlékezni fogok ezeket a napokat, ezeket a pillanatokat, nem fogom tudni elfelejteni, és ameddig csak alkalmam lesz ezért köszönetet mondani, mindig meg fogom tenni, és mindig azt fog lenni az érzésem, hogy adós maradok. Nagyon szépen szeretném ezt újra megköszönni. Ugyanis akkor, amikor belevágtunk abba, ami 7 évvel ezelőtt elkezdődött, valami olyasmire gondoltunk, amit számtalanszor már a megvalósításban megéltünk, és valami olyasmire gondoltunk, ami ma megadatik nekünk, amiben ma részünk lesz. Ugyanis ez a mai nap arról szól, hogy hogyan tudjuk megmutatni létezésünket és önmagunkat, hogyan tudjuk megmutatni azt az energiát, amit hordozunk magunkba, hogyan tudjuk visszafoglalni azokat a tereket, amik valamikor a mieink voltak, hogyan tudunk új, modern tartalmat bevinni olyan épületekbe, amik az elmúlt évtizedekben lepusztultak, és hogyan tudjuk bebizonyítani azt, hogy erre nem csak mások képesek, hanem mi is. Ezért fontos ez a mai nap, ezért fontos ez a beruházás. És a Prosperitáté azért nagyon fontos, azon túlmenően, hogy támogatást ad, mert hogy arra sarkalta a közösségnek a tagjait, hogy saját magáról és a saját maga jövőjéről kezdjen el gondolkodni. Ez olyan energiákat szabadított föl, amik azt tudták eredményezni, hogy az emberek elkezdtek gondolkodni, hogy mi az a kitörési lehetőség, amelyik egzisztenciát teremt, amelyik megmutatkozási lehetőséget teremt, ami tovább lépést jelent, és ennek az egész hosszú sorát látjuk most megvalósulni. Ennek a különleges megvalósulási folyamatnak az eleme ez a mai nap, amit úgy is föl lehet fogni, mint az épített örökség újbóli modern tartalmakkal való ékesítését. Ilyen szempontból fontos ez a mostani beruházás, és azért fontos, mert Újvidék, mint turisztikai termék adja önmagát, a lehetőségek kínálják önmagukat,
ez a létesítmény, amit ma itt megnyitunk, arra hivatott, hogy ezt közelebb vigye az érdeklődőkhöz, és ezt úgy tegye, hogy ebből mi közösségileg is, vállalkozásilag, egyénileg is és családilag is építkezni tudjunk. Szeretnék ehhez gratulálni, és szeretnék köszönetet mondani. Sok sikert kívánok magunknak! Köszönjük szépen, elnök úr! És most a ünnepi szalag átvágás pillanatai következnek. Én arra kérem a média képviselőt, hogy az első emeleten foglalják el állásaikat, fotósok előnyben. Arra kérem a házigazdáinkat, hogy vezessenek bennünket oda, és Magyar Levente miniszter helyettes urat, Pásztor elnök urat és Nagy Veronika asszonyt arra kérném, hogy ünnepélyesen vágják át a szalagot. Folytatjuk utunkat, és a Szabadkai Artist Hotelt fogjuk ezután átadni. Ezt követően nyílik meg a lehetőség a sajtónyilatkozatokra. Köszönöm a figyelmet addig is. Igen. Foto. Mehet. Számolj, elnök úr. 3-4, most. Köszönöm szépen. Bravo.